1439. októberében meghalt Habsburg Albert magyar király, akkor még utód nélkül, de úgy, hogy a felesége, Luxemburgi Erzsébet állapotos volt, egy fiúgyermekkel, aki aztán 5. László néven foglalt el a magyar trónt. A magyar urak Albert halálakor úgy döntöttek, hogy bármi is lesz a királyné gyermekének a neme, akár fiú, akár leány, mivel egy újszülött fiúgyermek sem lesz alkalmas ugye a törökkel szemben megvédeni az ország függetlenségét, ezért mindenképpen másik királyt fognak választani, és ez a másik király volt ugye Jagelló Ulászló, harmadik Ulászló lengyel király. Amikor Albert meghal, akkor már lengyel követek vannak Budán, akik kvázi felajánlják a magyar rendek részére, hogy válasszák meg első Ulászló magyar királynak. A választás meg is történik 1440. március 8-án Krakóban, a krakói udvarban, de mire ugye első Ulászlót megválasztják a magyar követek, addigra Erzsébet királyné világra hozta gyermekét, fiúgyermekét, 5. László. Aminek az a szomorú következménye van, hogy mire ugye Ulászló megérkezik a választás után Magyarországra, magyar párthívei segítségével, addigra 5. Lászlót már magyar királya koronázták, viszont Ulászló már értelemszerűen nem akar visszafordulni, amiből egy hosszú polgárháború következik. És a legfontosabb következménye, hogy mivel Erzsébet királyné és a kis gyermek László magukkal viszik az ország szent koronáját, ezért Ulászlót nem is lehet megkoronázni a Szent Istvánnak tulajdonított magyar koronával. Erre az alkalomra alakítanak át egy koronát fehérvári koronázótemplomban, és ezt helyezik Ulászló fejére 1440. júliusában. Az országnak egy erőskezű, felnőtt uralkodóra van szükség. Ugye Ulászló 16 esztendős ekkor szép lassan maga mellé állítja az ország közvéleményét. Közöttük azt az embert, aki az elkövetkező éveket meghatározóan fogja befolyásolni, Hunyadi Jánost, aki mondhatjuk nyugodt, hogy első Ulászlónak köszönhette azt a szerepet, amelyet aztán Magyarországon betöltött. Tőle kapja az erdélyi vajdaságot, azt a pozíciót, amelyre aztán gyakorlatilag felépíti a saját hatalmát. És előbb Ulászló uralkodása alatt, majd később ugye kormányzóként Magyarországnak az első számú politikusa lesz. Ulászló attól kezdve, hogy a hatalmát Magyarországon képes volt konszolidálni, komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ne csak védekezőleg lépjenek fel az oszmánokkal szemben, hanem támadólag is. Ugye ebben nagy segítséget jelentett Magyarországon tartózkodó pápai legátus Giuliano Cesarini, aki pápai támogatást hozott, egyrészt anyagi, másrészt erkölcsi támogatást, és megteremtette lehetőségét annak, hogy Ulászló vezetésével komoly magyar-lengyel sereg vonuljon az oszmánok ellen. Két ilyen hadjáratról tudunk. Az első, amit ma úgy ismerünk, hogy hosszú hadjárat, ez 1443 és 44 telén zajlott. Ulászló és Hunyadi Jánosnak a vezetésével több kisebb csatában legyőzték az oszmán erőket a Balkánon, és úgy érkeztek vissza, hogy gyakorlatilag viszonylag kevés veszteséget szenvedtek. Ennek volt a folytatása a következő esztendőben, 1444-ről beszélünk, az a hadjárat, amelynek a vége a várnai katasztrófával ért véget. Ugye ez megelőzte egy olyan aktus, amelyben a szultán pont azért, hogy a magyarok ne támadják meg ismét az oszmán birodalmat, bízhatott egy csomó várat. Cserében a magyarok vállalták, hogy nem támadják meg az oszmán államot. Mégiscsak megtörtént a támadás, aminek az előzménye az az eskünek szükségszerűen a megszegése volt, hiszen erre békére megesküdött ugye nem csak a szultán és a szentespota, hanem a magyar részről Hunyadi János. 1444. novemberében a várnai síkra értek, addigra ott volt az oszmán szultánnak az egész hadserege, és gyakorlatilag egy kilátástalan csatába kellett belebocsátkozni, amelyben maga Ulászló is életét vesztette. Valószínűleg a legátusnak a sürgetésére egy rohamot vezényelt a szultánt védő a janicsárok ellen. Az egyik janicsár elvágta Ulászló lovának a lábát, a ló ugye elesett, a király földre zuhant, és ekkor levágták a fejét. Ezt a levágott fejet, ezt Murát állítólag egy mézes csuporba, egy mézes bödönbe tette, ugye, hogy konzerválja, és végigküldte ugye a birodalmának keresztül. A szövetséges fejedelmeknek ezzel jelzett, hogy egy fontos egy keresztény ellenfelet győzött le.